legszebb napjaimnak három elátkozottja volt. A saját körmömmel ástam el ezt a hármat életem legszebb napjaiból, nehogy újra összetalálkozzunk, és megismerhessem őket az utcán, amely nélkülük kiholt. Szebb napjaimnak egyike te vagy nekem talán. Te, aki velem örültél, velem sírtál, velem szerettél, aki a szívemnek éltél. Míg kettő közülük ellenség? Míg kettő közülük ellenségem, addig egy ír nekem, és én most is olvasom sorait. Mert ha véres késsel is kezedben, és mostanra te is ellenem, de megmaradtál. Hisz meg annyi közös emlékünk van a múltból. Neked és nekem, mindnyájunk közös napjairól, amelyeket én, ha búz szívvel is, de magammal ringatok az örökké valóságba. Miközben te eladod őket. Eladod legszebb napjainkat egy pár szandálért, eladod egy meleg derékaj és 300 részpénznyi nyugalomért. Őszinte részvétem. Köszönöm. De legszebb napjaim elátkozója talán nem is te vagy. Mert velem örültél, velem sírtál, velem szerettél. Míg a másik kettő ma is ellenség, addig egy, aki most előttem áll. Nagyon hiányzol már. Megmaradt nekem, mint barát. Meg sem ismerem. Így 20 év után megváltozott. Eltekintve attól, hogy melyik oldalon áll. Ügyfelem arra kért, hogy ezeket személyesen adjam át. Az a kávézóban készült, ahova reggelizni jár. Az a moziban, egy barátjával. Ott össze is vitatkoztak. A barát dühötten távozott. Az a nappaliában van, kintről csak ennyi látszik belőle. Ja, az meg...
de azt hiszem ön is kitalálja. Ügyvéd úr, biztos abban, hogy még mindig a jó oldalon áll? Hát, jut eszembe, ügyfelem nevében néhány kérdést is fel kell tennem. Érdekelné, milyen érzés, amikor az ember egymás után veszíti el a szeretteit? Önnek is olyan, mint más halandó embernek? Vagy a mindentudó, mindenre képes Ramiz is tudja, mi a reménytelenség? Hát... Ne, nyugalom, ne nekem! Ha eljön az ideje, elmondhatja az ügyfelemnek. Ha eljön az ideje, önnek mondom el. Az ebből adódó kérdés pedig, hogy tudja-e, mikor jön el? Ne feledd, Tefvik, bármit is követtél el az életben, a legelső vétkedért fogsz megbűnhődni. Hogy visszajössz, Ali? De a halál megint összehozott minket, ugye? Menj a francba, Csengiz! Amihez az ember nagyon ért. Vétek félbehagyni, Ali. Meliha néni. Vésen. Részvétem, lányom. Köszönöm, Meliha néni. Ejsán, a nénét felhívott tegnap. Most nem traktállak ezzel, de majd beszélnünk kellene. Rendben. Bahar. Nem bírod ki, ugye? Hát igen, mégiscsak a pici fiad apja. Várj meg itt. Mindjárt visszajövök. Ali! Átnézünk, amerhez jössz. Mi van? Félsz, hogy kiugrik a sírból, és a torkodnak ugrik a kisbalek? Inkább attól félek, ha sokáig mocskolod, én ugrom a tiédnek. Ugyan már? Mintha te nem ártottál volna neki. Legyünk jó fejek, és adjuk meg a tiszteletet Ömernek. Gyere! Meliha néni. Ezzel? Hogy vannak? Fiam, ahogy hallottam, már tudod, hogy az én ömerem is itt nyugszik. Megtennéd nekem, és oda kísérnél a sírjához, igen? Nyilván dolga van, majd én elkísérlek. Nem, már megszoktam, hogy te akkor nem vagy ott. Tudod, végül is hogyan éltem túl Ömer hiányát? Minden nap kijöttem ide, és zokogtam a sírjánál. Úgy bírtam ki,
hogy még a halála után is magam mellett éreztem a gyermekem, így bírtam ki. Anyám. Éveken át, minden áldott nap imádkoztam a fiamért. És láss csodát, nem halt meg. Persze ettől még távol van tőlem. Anyám, nem én akartam ezt. Te zavartál el. Nekem eszemben sem volt ilyesmi. Régen, ha elzavartalak, akkor is visszajöttél. Most meg, ha nem hívlak, ide se jössz el. Sajnos már egyre kevésbé érdekel a sorsom. Hiába támasztottad fel a fiamat, ha nem velünk vagy, mit sem érek vele. Anyám. Ezzel! Ott vannak Ömer sírjánál? Igen, ott vannak. Anyám, mi a baj? Derek. Kiderítetted már, ki volt az a férfi? Tudod, a kaszinóban. Nem, még nem sikerült. Jó, semmi baj. Csak keresd. Mi lenne, ha mindjárt ásnánk is neki egy gödröt ide Ömer mellé? Az most még nem lenne jó. Még nem. No fene. Miért? Ezt komolyan kérdezed? Mert ő az egyetlen, aki még segíthet nekem az életben. Nehogy megsértődj. Nem lenne jó, ha itt összevesznénk. Remélem, hogy nem zavarok. Nem. Csak mert tudom, ti olyan fantasztikus négyes voltatok. Na, igen. Viszont már így négyen is azok vagyunk. Meg is ettél? Egyél szotit. Legalább bejáratja a szájizmokat. Nem fecsegni, jöttem Szerdel. Nem mond. Eddig azt hittem, elsőjössz. Hát, mit akarsz? Bosszút állni. Rajta. Rajta. Ő volt az, aki tönkretette az életemet. Maradj, feszült a hangulat. Miért? Mi történt? Az öreg valaha lekopik rólunk? Hát látod, szerintem se fog. Neked is feltűnt már, ugye? Odakint hemzsegnek a sakálok. Ezért most úgy áll a helyzet, Defó, hogy a te életed az én kezemben van. Az enyém meg úgy fest a tiédben. Ugye felfogtad? Hát remélem is. Na, menjünk! Legutóbb maradt még egy perced, annyit kapsz. Jó, adjuk. Itt vagyok a helyünkön. Te ugye nagyjából tudod, hogy ezen a ruletten mi jön ki a leggyakrabban? Leggyakrabban a nulla jön ki, Szerdár. Ha más mondani valód nincs, akkor gondolj magadra. Arról majd eszedbe jut. Ezt megjegyzem. Csak szólni akartam, vegyél egy táskát. Milyen táskát? Valami kézi táskát. Bőrből. De ne legyen túl drága. Mert nem nekem kell. Továbbadom valakinek. Kinek akarod odaadni? A benne lévő 50 000-rel együtt annak az úriembernek, aki mesél nekem néhány dolgot erről az 1000-ről. Mit mesélhet róla, amit mi még nem tudunk? Megtudhatod, ha elhozod a táskát. Szép öcsém. A temetésen sem hagynak békén.
Hát, talán majd a sajátomon pihenhetek. Le a kalappal, Dzsengiz. Tudom, hogy mit vállaltál fel ezzel a hotellal, és egyet ígérhetek, megkapod érte azt, ami jár. El sem tudod képzelni mi mindent. Reméljük. De lassan már úgy állok hozzád, mint te mindenkihez. Bízom benned. Ne higgy neki. Biztos, hogy tervez valamit. Eléggé sápadtnak tűnsz. Nem aludtál jól? Köszönöm, két napja nagyon jól alszom. Csak felébredni nem kéne. Miért? Mert álmomban sokszor úgy érzem, hogy valaki átölel. És amikor kinyitom a szememet, nincs ott senki. Sajnos. Pedig olyan valóságosnak tűnik. Ha tudnád, hogy ez a valaki mivel foglalatoskodik, nem akarnál mellette ébredni. De legalább eldönthetném. Megtennél nekem valamit ezzel? Persze. Ide hívnád a nővéremet? Szóval szeretnék egyedül gyászolni. A tegnapit pedig tudjuk be egy félreértésnek, és ne értékeljük túl. Akkor hogyan értékeljük? Dzsengiz megcsalt engem. Én is meg akartam csalni, te pedig ott voltál a közelben, ennyi. De persze nagyon sajnálom. Ezt most nekem mondod? Tessék? Látom, hogy nem mersz a szemembe nézni. Miért kerülöd a tekintetem? Ezzel hagyjuk ezt, jó? Kérlek, hagyjuk békén egymást. Békén hagylak, ha őszintén válaszolsz. Miért haragszol rám? Miért menekülsz? Eishan. Miattunk kellett meghalnia. Elhiszed nekem? A néném miattunk halt meg. Vagyis inkább miattam. Azért, mert én elárulom azokat, akiket szeretek. Most már érted? Ezért nem akarlak téged. Valahányszor megszeretek valakit, mások meghalnak. Nem ez a te bajod. Te egész más miatt menekülsz. Ne csináld ezt. Amikor csókolóztunk, talán érdekelt, mi van a nénéddel? Vagy bárki mással, az igazat mond. Persze, hogy érdekelt. Vagy amikor Bahárral Jan szobájában feküdtél, vajon rájuk gondoltál, vagy én rám? Vagy most, amikor megtudtad, hogy a nénéd meghalt, szomorkodtál? Persze, szomorú voltál, de annyira azért mégsem, mert erősebb érzelmek kavarognak benned, Eishan. Ez nem igaz! De igaz, hiába is tagadod, hiába leplezed. Mert a bűntudat, a bűnbánat, a szomorúság, a büszkeség mind csak látszott. Amit valójában érzel, Eishan, az téged örökre hozzám fog kötni. De miért? Miért ezzel? Azért, mert te csak ember vagy. Ez a valami pedig mindennél erősebb, Eishan. Talán még... a halálnál is. Mit akarsz tőlem? Ezentúl, ha hívlak, nem gondolkozol, hanem rohansz hozzám. Nem. Dehogy nem. Ha ott lennénk, ahol a part szakad, nem? Az összes pénzünket sikeresen lepasszoltuk az öregnek. De nem baj, nem állunk rosszul. Ha már úgy alakult, hogy visszajöttem ide, szépen le fogjuk őket győzni egymás után. Amit azzal kezdünk, hogy újra elvegyülünk itt. A terv? Van, Teffo. Egyelőre. Életben maradni.
Jó terv. Gyere, Ali, ülj le. Csak kérlek, ne lőj senkit le. Ez eléggé visszhangzik. Amikor az ízött vad visszatér Odvába. Te, Fik, te inkább odalent tartsd a frontot. Jól van, maradj, és hallgatózz. Csak ne csodálkozz, ha a végén le kell lőnünk. Szerdárnak 24 órát adtam. Pontosabban ő kért tőlem ennyit. Mire is? 24 órán belül megtalálom, és feltárom nektek ezzel összes létező gyenge pontját. Déli bábot kergettek, Gengész. Már nála van minden, amit tudni lehet róla, nem? Ennek a fickónak nincs gyenge pontja. A mostani életéről, na de az előzőről. Korábban ő nem is létezett. Hát ez az. De valahonnan. Csak jönnie kellett. Olyan nincs, hogy egy ember csak úgy felbukkan a semmiből dús gazdagon. És hopp, egy pillanat alatt mindent lát, mindent tud. Átveszi az irányítást. Ugráltat titeket. Pattan, hopp. Ilyesmit ok nélkül nem tehet. Elég, ha csak magatokra gondoltak. Mindenkinek van múltja. Ugye? Éppen ezért onnan kezdjük a kutatást, amikor a Pali felbukkant a környéketeken. Onnan megyünk visszafelé, amíg meg nem találjuk az első hibát, amit valaha elkövetett. És ha nincs olyan? Ha a vagyonát mondjuk örökölte? És ha nem örökölte? Ha van olyan? Gyerekek! Ezzel... Úgy az ujja köré tekert titeket, ahogyan azt kell. Ali, te nem akarnád letépni azt az ujjat. Gengész, te pedig nem szeretnéd így a markodban tartani a fickót. Nagyon telik az időd. Majd ha megkapom az 50 000-et, akkor indul. Ugye nem akarsz ennyi pénzt adni ennek a dilisnek? Már odaadtam. Tefo! Kicsit átrendeztem a helyet. De így most minden a közelében van. Hűtő, tévé. Milyen tévé? Nálad eddig nem is volt. Te vettél egy tévét Camille miatt? Na látod, ez az, amit úgy hívnak, hogy pokerarc. Igazából nagyon is szeretsz te minket, csak nem mutatod ki. Nem baj, most már legalább ezt is tudjuk. Vagy nem? Mindegy. Így viszont akkor néha legalább kajálni elvihetnél minket. Jó, persze tudom, bosszú van meg minden. De hébe-hóba egy közös ebéd belefér, nem? Sem nem. Jól van, elhallgattam. Intézzel egy foglalást a jövő hétre. Egy nagyszerű ember bocsánatát kell elnyernem. Akinek nincs mellettem könnyű dolga, mert gyakran ellenséges vagyok vele. De tudnia kell, hogy a barátom. Várj, hadd kérjek még valamit, de ne haragudj meg! Csak ugrattalak. Apa, miért nem jöttél el soha hozzánk? Én csináltam valami rosszat? Nem, fiam. Nem te. Magam miatt. Mert olyasmit tettem, hogy nem tudtam volna a szemetekbe nézni. Ezért azt találtam ki, hogy előbb teszek valami olyat is, amivel végre büszkén állíthatok haza. És sikerült? Amiért kerültél most ide? Nem, fiam. Tettem ugyan valamit, de ez megint csak nem olyan, amire büszke lehetnék. Ezek szerint valami rossz dolgot? Igen. És tudod, hogy miért? Mert ha nem akadályozod meg, hogy más rossz dolgot cselekedjen, akkor
te is legalább annyira rosszat teszel. És már soha nem fogsz hazajönni? Dehogy nem. Amint kiengednek innen, megyek. Rossz útra tévedtem, fiam. Ahelyett, hogy a saját hibámat javítottam volna, más büszkeségével törődtem. Mindegy, gyere haza. Nagyon hiányzol nekem. Most már haza is megyek, fiam. Talán nem tudtam olyat tenni, amire büszke lehetnél, de a tartozásomat maradéktalanul visszafizettem. Miért jöttél vissza? Már nem dühít a kazetta? Dühít vagy sem, ez a kaszinó az enyém is. Na, csak hogy annak volt egy feltétele. És az a feltétel még nagyon is él, sőt, most vitt el az 50 000-et. Mi történik, ha mégis elintézem? Akkor bónuszként a kazetta is a tiéd. Rendben van. Legyen végre ez a dolog lezárva. Helyes. És ezzel? Várjuk ki, mit talál Szerdár. Nem nagyon hiszem, hogy tőle okosabb leszel. És ebben az esetben mi lesz? Amíg a hotel ügye nincs rendben, egy hajaszála sem görbül. Megértetted? Rendben van. Csak ilyen könnyedén, Ali? Mi történt? Megtanultam, hogy a munkát és a barátságot jobb külön választani. Így még sokra viheted. Te közelről ismered ezért, nem igaz? Ugye? Az anyagát is te raktad össze. Elvileg tudnod kell róla mindent. Szerintem senki nem tudhat mindent a másikról. Magának például még a nevét se tudom. Szerdár úr. És ennek az ezernek a nevéről mikor hallottál először? 2006-ban, még egy szállodai pókerversenyen. Arra is emlékszel, hogy nyerte véletlenül? Mintha csak ma lett volna. Őrületes játék volt. Ezzel esélyt sem adott a többieknek. 10 millió dollárral állt fel az asztal mellől. Nem az érdekel, hogy mennyit nyert. Azt mondd meg, hogy kitől nyert el. Az miért lényeges? Hassan Jenner. Ha valakiről meg akarsz tudni valamit, ami hasznos is, mindig attól kérdezd, akit magára haragított. Most, hogy mondja, rémlik valami. Adjon pár percet, és rákérdezek. Szerdár úr. Halló! Bátyám, egy kis segítségre lenne szükségem, ha van egy percet. Ha baj van, annyit mondj, hogy rendben. Mi történt? Rendben, köszönöm. Minden a legnagyobb rendben. Érdekelne, hogy mit tudsz Hassan Jennerről. Megtalálták. Igen, bátyám. Meg tudod akadályozni, hogy oda menjenek? Nem hiszem. Onnan akarnak visszafelé haladni. A nyomomban vannak, igaz? Én is valami ilyesmire gondoltam. Töfik. Tudd meg, hogy hol van. De ne feltűnően, emlékezni fog rád, ha meglát. Értem, jól van. Bátyám, ha mégse ismerne, hivatkozhatok majd rád? Semmiképp sem. Ha nem ismerne meg... Emlékszel még, mit mondtál nekem azon az estén? Mondjam neki? Igen. Semmi, de ő is utána néz. Isztambul 2006. Emil uram, akkor itt lenne ez a kis vidéki kuckó. Fedezi a dolgot? Mindenképpen, uram. Fiatal barátom,
Ha gondolja, ma itt abba is hagyhatjuk. De miután ugye Selma asszony hozta ide, nem szeretném őt kicsit sem megbántani. Ön mit gondol, kedves Selma? Azt, hogy Ezel úr bizonyára tudja, mikor kell felállnia az asztaltól. Hidegvéred, a magabiztosságod. Egyszerűen jobb játékos nálam, és ezek itt már hatalmas pénzek. Erre én még nem készültem fel. A kártyajátékhoz ugyan nem sokat értek, de Hassan urat jó 10 éve ismerem ezzel. Most éppen azt gondolja, hogy egy életre tönkretett téged. Jogosan. Nézd. Már nincs semmi olyanod, ami kellene neki. Kiszipolyozott, aztán félre dobott. Jelentéktelenné váltál. Akit pedig lenéznek? Az esélyes. Ez az utolsó pénzem. Ma rossz partnert választott, fiatalember. Még nem olyan biztos az. A letett összeg fejében a kisasszony. Mi? Selma, drágám. Hallotta ezt? Nem hallottam, Hassan úr. És mostantól bármi történik itt, arról sem fogok semmit hallani. Ezzel úr. Ön milyen embernek tart engem? Olyannak, aki egy szép nő láttán akármire képes. Ezzel? Csak egy esetben. Ha a hölgynek sincs kifogása. A végén úgyis maga veszít. Kivételes szerencséje van, de mindent visszanyerek. Ezzel mi van, ha tényleg veszítesz? Ez egy ilyen játék, benne van. Hassan úr háza Isztinyében. Jegyezné, Emil uram? Emil úr, kérem, intézze nekem a szükséges transzfereket. Ne vicceljen, még nem mehet el. Adjon esélyt, hogy visszanyerjen. Ennyi volt, Hassan úr. Nincs már semmi, amit feltehetne. Minden az enyém lett. Ne menjen. Nagyon kérem. Ha most itt hagyjuk ezt az embert, teljesen kisemlézve, szerintem nem fog ebbe beletörődni. Mit akarsz még? Agyon is lőnéd? Istenem! Nyugodj meg, Sebnem. Eszemben sem volt oda dobni téged. A becsületeddel sohasem játszanék. Ezt eddig is tudtam. Csak azt nem értem, hogy lehetsz ilyen vidám, amikor elvetted mindenét? Nem. Még ott az életed. Mit velem, Istenem? Isztambul 2009. Elvileg.
elvette mindenemet egyetlen nap alatt. Kíméletlenül. De hogy történhetett? Te nem hiszem, hogy annyival jobb volt nálad. Idővel mindig jön egy jobb. Ez a világrendje. Megjelent ismeretlenül, élt a lehetőséggel, és kisemmizett engem. És ki volt még vele, arra emlékszel? Egy köpcös, nagybajszú ember. Kamil. Egy lány, ha jól rémlik, Sebnem. Sebnem? És a testőre. Egy vékony dongájú szakállas fiatal gyerek. Olyan magának való srác. Keveset beszélt. Meg ugye volt az a nő, aki ezelt akkortájt odahozta. Selma asszony. Régen szólista volt. Igen, ezelt az ő ajánlására vettük be a játékba. De őt, Selmát, nem érdemes ebbe belevonni. Ő egy tüneményes nő. Érte, ma is kezeskednék. Azért ugye lakik még valahol ez a tünemény. Mindig mindenki megfizet a bűneiért. Csak van, akinek a halálokor nyújtják be a számlát, és van, akinek még életében. De ahogy a bűneink, a jó tetteink sem merülnek feledésbe, csak azokra kevesebben emlékeznek. Ezzel? Tényleg te vagy? El se hiszem. Ho-ho-ho. Gyere, bújj be hamar. Gyere. Selma asszony, lehet, hogy akaratom ellenére veszélybe sodortam. Ne aggódj, nem te lennél az első. Gyere, ígyunk egy teát és megbeszéljük, jó? Ide jöhetnek kérdezősködni. És néhány dolgot jobb lenne eltitkolni. Van valamire, szólj, hallod? Eisen, tudom, hogy a nénikénk neked milyen fontos volt. Te mindent neki mondtál el. De ebben rám is számíthatsz. A neked segítség. Bármit elmondhatsz, amit csak gondolsz, jó? Én mindig melletted leszek. Bármi történjék. Bahar. Igen. Mondd el nyugodtan. Nagyon szeretlek. Hallod, ezt soha ne felejtsd el. Nagyon szeretlek. Én is nagyon szeretlek téged, nővérem. Az első bűn nem mentesít a többi alól, és minél jobban titkolod, annál nagyobb teher lesz. We'll be right back.
nem fizetsz érte, addig nő az adósságod. Jönnek. Egyre csak nő, és végül egyedül már nem tudod lerúni. Ha pedig nem is akarod, mások fognak érte fizetni, kamatostul. Az első bűn a pokolba juttat téged, de az áldozataidat is. Ezeket neked vettem. Na jó, akkor csak beleolvasok. Ha önmagad vagy, az jó dolog. De nem attól leszel rossz, ha nem vagy. Egy szétbombázott ház. Nem a tolvajok fészke. Csak egy szétbombázott ház. A bátyám nem volt rossz ember. Elismerem, hogy tett rosszat, de nem volt rossz ember. A jóság az, ha akarjuk a jót. És ez a vágy mindenkiben megvan. Amikor az erős nem vonja kérdőre a gyengét, hogy miért jössz lassan, miért maradsz el tőlem? Vagy amikor a tehetős ember nem vágja oda a szegényebbnek, hogy miért nincs rendes ruhája. Te voltál. Nem én dúltam fel a fészkedet. Takarodj! Menj! Tűnj el! Nem tűnök el, Eren. Mert engem nem okolhatsz semmiért. Nem én vagyok az ellenséged. Eren, te az apádat vesztetted el, én a bátyámat. Figyelj ide! Eren, te az apádat vesztetted el, de most lehetne egy bátyát, hallod? Én pedig elvesztettem a bátyámat, és most lehetne egy öcsém. Miért nem hozhatnánk ezt össze, mi? Csak mert rossz dolgok történtek, nekünk is muszáj rossznak lenni. Eren, én mostantól minden nap jönni fogok. Ha tetszik, ha nem, és jó haverok leszünk, meglátod. Hallod, országos szimborák leszünk mi ketten. Tessék, itt van a telefonszámom, meg a címem. Bármikor hívhatsz. És bármikor jöhetsz, az ajtónk nyitva áll. Fajulna, védd meg Selma asszonyt. Nem kell. Miért? Itt az öreg is. Hihetetlen. Tényleg csak szólnom kell a bajban, és azonnal jössz. Hosszú. Örülök, hogy itt vagy. Na gyere. Elmagyaráznád a drága nővéremnek, hogy ilyenkor nem egészséges, ha bezárkózik az ember? Ezt most miért kellett? Azért el sem, mert én hiába mondom neked. Gondoltam, ezzel talán nagyobb hatással lesz rád. Kitalálta, hogy elmegy a nénénkhez. Egyedül akarok lenni, nincs hozzá jogom. Nem, te el akarod hagyni magad. Csak amíg itt vagyunk, nem tudod. Ezért akarsz egyedül lenni. Jó, akárhogy is, ezelnek nyilván van dolga. Képzeld, hogy nincs. Kifejezetten miattad jött ma ide. Ezzel mondd meg neki, kérlek. Elsán, most csak kettőnkre számíthatsz, és mi nem hagyunk cserben, mert nagyon szeretünk. Hagyjatok. Ezzel légy szíves.
Bahar, jól mondja Eysan. Ránk mindig számíthatsz. Mert mi nagyon szeretünk. Rendben. Ha mindenképpen menni akarsz, menj. De egyedül nem engedlek. Menj ezellel. Csak azért, hogy ne aggódjak érted, jó? Hadd kísérjen el. Menjünk, bátyám. Szóval én akkoriban a Csákilban léptem fel. Bocsássanak meg. Hadd csörögjön. Folytassa. Rendben. Hol is tartottam? Ja, a Csákil kaszinónál. Akkoriban lettem szólista. Még egészen fiatal lány voltam. Elég veszélyes terep, nem? Ó, az nem kifejezés. De azért nem félt. Nyilván volt, aki megvédje. Ismerte ezt az urat? Ezzel, drága. Hát persze, hogy ismertem. Amikor külföldről megérkezett, egy közös ismerősünk által kerültem vele kapcsolatba. Nagy szerencsejátékos volt. Talán valami bajba keveredett? Mi is ezt szeretnénk megtudni, de most, ha megengedi, lenne egy kis dolgom. Várjon, megmutatom. Ne fáradjon. Megtalálja. Ha nem bánja, én azért felvenném azt a telefont. Láttam őt utoljára, de egy nagyon udvarias, nagyon rendes fiú volt. Ha látják, kérem, adják át neki üdvözletemet. És nem is hallott róla semmit? Nem. Miért? Mit kellett volna hallanom? Serdar! Hogy neki sikerüljön a lehetetlen. Dr. Hakan Azizler. Serdar! Már is! Halló? Te vagy az édesem. Igen, tudom, hogy úgy volt, hogy ma átjössz. Figyelj csak, nagy baj lenne, ha későbbre tennénk ezt. Nem azért, nem, jól vagyok, csak ne haragudj, de ma semmiképpen sem jó nekem. Így van, be fogjuk pótolni. Köszönöm szívem. Te is, puszillak. Addig hívott volna, amíg fel nem veszem. Megvagy. Mi az nálad? Kis
Köszönjük, hogy időt szakított ránk, és elnézést a zavarásért. Aztán, a nő, én mondom, rég láttam ilyet, egy igazi dáma. Kár, hogy egy szava sem igaz, mi? Érdekelne, hogy mi az a lehetetlen, ami sikerült Ezelnek. Ez a Dr. Hakan Azizler talán meg tudja mondani. Amúgy hogy ment? Nem volt gond. Akkor jó. A bűnösök mindig az árnyékban bújnak meg, mert a bűnnek lételeme a sötétség. A bűnösök fegyvere még a szótlanság. Másik kelléke, a csend. Amikor először mentem a nagynénémhez, azt ígértem neki, hogy többé nem csapom be magam. Nem élek tovább hazugságban. Inkább mindent magam mögött hagyok. De lassan már ott tartok, hogy azt sem tudom, ki vagyok, és egyáltalán mit akarok. Ismerős érzés. Lehet, hogy neked az, de nekem egyáltalán nem. Megoldást is tudsz rá? Megtalálták az orvost. Lehet. Legalábbis van néhány tippem az újrakezdéshez. Isztambul 2005. Fiadat nem ismerted meg. Miért? Miért nem ismertél meg, anyám? Ezért nem. Hogy nem ismersz meg. Pedig én vagyok az. Ismered az illatomat, nem? Itt a fiad. Thank you.
Isztambul 2005. Eze? Szép jó reggelt, hogy vagy? Ne aggódj, a vágások nem mélyek. A műtéti sebekhez nem nyúltunk. Egy-két hónap és nyoma se lesz. Inkább másfajta sebek miatt féltelek én. Ezzel te olyasmit tettél, ami minden embernek nehezére esne. Ezért egy darabig Selma asszony fog rád vigyázni, csak hogy ebből kilábalj. De ugye időnként eljön megnézni őt, doktor úr. Ez nem is kérdés. Jaj, mielőtt elfelejtem. Egy kis ajándék neked. Ösztönzésül. Minden jót. Viszlát. Maga kicsoda? Én Ramiz úr régi barátja vagyok. Azt mondta, mostanában szükséged lehet egy kis segítségre. Igaza volt. Sikerüljön a lehetetlen, Dr. Hakan Azizler. Egy kicsit még, legyen hosszabb az ujja. És a másik lehetne egy árnyalata világosabb, jó? Hogy tetszik? Ruhával eddig sem volt gond. Inkább azzal van, aki hordja, de majd őt is összerakjuk valahogy. Köszönöm. Muszáj Bai Gunárnak öltöznem ahhoz, hogy bosszút álljak. Erről a témáról nekem inkább ne is beszélj. A bosszút egyedül rád tartozik. Az én dolgom csupán az, hogy ezelből úriembert faragjak. Sok sikert. Látom, hogy rám is sok mindent elért nálad. De vannak dolgok, amiket egy börtönben nem lehet megtanulni. Például? Jó modor, stílus, nemesség, finomság. Ja? És főképp az, hogy megtanulj hazudni. Szemrebben és nélkül bárkinek. Biztos, hogy készen állok erre. Isztambul 2005. Őszintén. Nem életem. Határozottan nem vagy kész. De úszni csak mély vízben lehet megtanulni. Menj csak. Ezzel, hogy tetszem, milyen ez a ruha? Selma asszony adta rám. Mert hogy állítólag ma nagy hasznomat veheted. Akkor tud valamit, amit én még nem. Kérdezhetek tőled valamit? Miért vele játszol? Kell a gyakorlás. Azt értem, de miért pont ezzel az emberrel ülsz asztalhoz? Parancsoljanak. Ó, Selma asszony, Isten hozta önt. Azért, mert a bosszú vele kezdődik el. Isztambul 2009. Az első bűn, amit elkövetsz, olyan, mint a hűszerelmes. Várja, hogy visszatérj hozzá. Dr. Hakan Azizler! Ki a fickó és hol lakik? Ezeket kellene megtudnod.
Persze. Vagy jövőre. Nem ér rá, még ma derítsd ki. Ha végig gondoljuk minden eddigi bűnünket, el kell jutnunk a kezdetek kezdetéhez. Életem talán legszebb két évét töltöttem itt. Odafönt mi van? Semmi. Semmi sincs fent. Csak a szobám. És azt nem akarod megmutatni? Nem. Dehogy nem. Nem. De igen. És amikor ott vagyunk, ahonnan az egész indult. Ugyanazt a vágyat követve, valamiért ismételten elkövetjük ugyanazt a bűnt. És amikor az a vétked, hogy megölted a szerelmet, vezeklésül újra és újra meg kell majd tenned. Igen, itt vagyok. Én vagyok az. De te... nem az vagy, akinek itt kéne lenni.
Vigyázz, vigyázz a szélével. Úgy, tegyük le. Ez. Nagyon szép lett. Tényleg, mikor fejezted be, apa? Észre se vettem. A szósz én is segítettem volna munka után. Épp eleget vártam már vele. Nem akartam tovább halogatni. És azt terveztem, hogy Ömerrel fejezem be. De a sors úgy hozta, hogy egyedül kellett. Lényeg, hogy kész. Mik azok? A bátyám könyvei. Nem kellenek. Elkezdtem őket olvasni, de valahogy nem megy. Rossz érzés. Hiába már a szemem se a régi. Alig látom, hogy mi van ideírva. Hova? Össze-vissza van firkálva. Hol? Én nem is láttam. Mutasd. Csengiz, Eysen, Ali. Mik azok? Semmi. A regénnyel kapcsolatos dolgok. Feljegyzések. Jó, akkor én visszamegyek a műhelybe. Aludni úgy sem tudnék, dolgozom inkább. Ha a bűnöd az, hogy mint halálig szerettél, a büntetésed az lesz, hogy azután is az ő nevét kell kiáltanod, amíg valaki meg nem hallja. Pasassal, akit még Csengéznél láttál. Rájöttél, hogy ki az? Előbb mentsük ki magunkat. Aztán jöhet ő. Jó, akkor én mit tegyek? Mondjam el Kamilnak. Ez a Szerdár nem tetszik nekem. Te megbízol benne? Te fó, mit mesélt neked az öreg velem kapcsolatban? Az öreg sohasem mesél, Ali. Csak kérdez. Te pedig válaszolsz. És téged kérdezett egy Ömer nevű fickóról? Nem. Miért nincs következő lépés? Miért nem csinál semmit? Ki az? Megint kiszöktél? Jól van, gyere! Gyere, öcskös, ülj le! Az orvos címét várjuk. Reggel megyünk. Nem volt jó, és különben is azt mondtad, amíg hazaérünk, repülni fogok, és csak párszor emeltetek fel. Mi az, Hakan? Menjetek be. Mi történt? Miért?
Nem értem, én csak jót tettem magával. Ez a hála. Tisztában volt a kockázattal. Csak oda. És miért kell most azonnal mennem? Mert reggelre itt lesznek. Meddig maradok ott? Amíg azt nem mondom, hogy visszajöhet. Az anyagomról vannak még másolatok? Nincs, elégettem mindet. Csak a legfontosabbakat vigye. És a nejem, a lányom? Megvédjük őket. Magának kell eltűnnie, hogy még kérdezni se tudják. De én nem ezt érdemeltem. Ez nem az érdemről szól, doktor. Mind a ketten azt tesszük, ami szükséges. Holnap kora reggel itt várom magát. Ezzel? Gratulálok. Magának tényleg sikerült a lehetetlen. Teljesen más ember lett. Nyertem, ott van! Enyém az első! Neked nem is lábad van, hanem úszóhártyát, te fóka bébi. Lemaradtam, mint gése a ködben. Mi az a gése? Ezt komoly, nem tudod? Kérdezz akkor Ali bátyádat, én most el nem mondom. Így nem ér, egyszerre! Ne, hullámot ne csinálj! Felborul a hajóm! Ali bátyám, igaz, hogy te semmitől sem félsz? Kitől félnék, vagy miért? Azt úgy nem tudom, akármitől. Például a rossz álmoktól. Ha nem alszol, nem nagyon álmodsz, Eren. A verekedéstől sem? Azt meg imádom. És hogy lelőnek? Aki attól fél, hogy lelövik, azt le is lövik. És ha neked kell? Akkor az olyan legyen, aki meg is érdemli. Ott van! Bent vagyok! Az én hajom az első! Kevesek vagyok! Ne, hát ez buta volt! Már az elején mondtam, hogy nem egyszerűen. Enni színgi volt. Hogy ne a szeretteink fizessenek meg a bűneinkért. Néha magunknak kell őrködnünk azok fölött. Húzta a ravaszt, az másodszor is megteszi. Sok homlokához.
Nem, nem, jól tetted. Már is írom. Rendben. Jövök neked egyel. Az orvos címe? Ma reggel, Tefo barátom. Végre megláthatod Ezel igazi arcát. Na, gyerünk! Ez meg hová lett? Hol van Eren? A rohadt életbe! Az a szerencsétlen hülye gyerek elvitte a fegyveremet, ezt elhiszed? Én hozzád készülök, Ali bátyám. Mert nagyon figyelj rám! Na és most akkor melyikhez menjek? Nem érdekel, először a dokit intézzük el. Gyere! Visszaaludni, szívem. Kérlek, apának most dolga van. De apa, inkább gyere és altass el. Gyere.
váratlan, de 5 perc. Nem baj. Fölösleges bűneink nyomába szegődni. Azok előbb-utóbb úgyis visszatérnek hozzánk. És amíg bennünket nem találnak, szeretteink kapuját döngetik Ben! Majd. Kopognak, fiam! Vagy még alszol? Csókolom, néném, én mert egyik barátja vagyok. Jó korán jöttél, fiam, hallod? Igen, mert egy fontos dolgot kéne tőle kérdeznem. Gyere! Mert! Valószínűleg már elment. Biztosan elszaladt kenyérért. De gyere csak, addig várd meg. Ülj le. Köszönöm, néném. És hogy hívnak? A munkából ismered őt? Erennek hívnak. És nem, nem onnan. Igazából az apám és az ő bátyja ismerték egymást. Onnan. Csak egy barátod eljött látogatóba. Hogy vagy, mert? Azt mondtad, jöjjek, amikor csak gondolom. Hát itt vagyok. Gyere, anya. Az édesapja ismerte ő, mert? Ahogy én is. Nagyon jól ismerem. Talán apám a világ legjobb embere volt. Lehet, hogyha még itt lenne velem, én is úgy nőhetnék fel, mint te. Lehet, hogy az én apám olyan lenne, mint senki másé. Nem tudom neked megmondani, mert nem emlékszem rá semennyire. Semennyire. Mégis őt szeretem a világon a legjobban. Az egész világon. Te is így szereted a bátyádat, mi? Igen, Aran. Én is így szeretem őt. Ha viszont ennyire szereted, akkor meg is halhatsz érte. Isztambul, 1997. Ülj vissza! Működik az a telefon? És te hozod, barátom. Itt mi nálunk. Gyere, ülj csak le, nyugodtan. Oda. Mehmet, hoznál két teát? Köszönöm. A
Az én nevem Dorsum. Most helyeztek ide át. Az igazgató volt szíves 5 percre átengedni az irodáját, hogy kicsit beszélgethessünk. És ha nincs kedvem? Hallottam, hogy nem vagy az a készséges fickó, de jogodban áll. És kaptál is bőven emiatt. Csak hogy mostantól kizárólag az én gondjaimra vagy bízva, Ömer testvérem. Parancsolj, egyél egy szendvicset, igazán finom. Köszönöm. Szóra sem érdemes. E perctől fogva senki nem nyúlhat hozzád. Rajtam kívül. Vetjek fel. Neked lesz. Vagy nem beszélnél a családoddal? Ők hívnak. Igen, vedd fel. Elintéztem. Atyám! Mert? Ömer fiam, remélem jól hallasz. Hassan Jenner vagyok. És ki maga? Az Artek Textil tulajdonosa, de ez lényegtelen. Sokkal fontosabb, amit szeretnék, vagy amit kérni szeretnék. Egyik főrészvényese vagyok a Szezgén szálloda és étteremláncnak. Hogy egész finoman fogalmazza, kicsit megfagyott körülöttem a levegő, ami elsősorban neked köszönhető. A kaszinóban, amit a napokban kiraboltál, pontos értékpapírjaim voltak. Nem én raboltam ki, én nem csináltam semmit. Nem te voltál. Lehet, hogy rossz helyen vagyunk. Akkor viszont bocsánat, el is tűntünk innen, ne haragudj. Na ide figyelj, még egyszer ne találd ki, hogy nem te voltál, mert az a helyzet, hogy miközben beszélünk, egy kedves barátom fegyvert szegez az öcsédre. Mert! Ne hidd, hogy ennyi volt, és hogy ezzel megúsztad. Ezután jön még csak a java. Isztambul 2009. Mert! Anya! Mert! Készül valahová. Mert akkor nem tartjuk fel sokáig. Én nem tudok semmit. Dokikám, aki nem tud semmit, az mi a fenének mondaná, hogy nem tud semmit? Ennyi, édesapám. Ezzel.